üdvözletem mindenkinek. Párkányba járok éppen. És korábban már mondtam, hogy érdekes helyre van építve. Nem tudom, hogy szándékosan van ez így csinálva, vagy véletlen, de tulajdonképpen bármelyik irányból érkezünk Párkányba, szembe találjuk magunkat az esztergomi bazilikával, mint például most is. Az esztergomi bazilika monumentális épületével. Arra, élesen. Oké, Laci azt nem tudja, hogy itt már körforgalom van. Hogy mindjárt lesz is egy kis problémája, mert azt hiszi, hogy bemegyek ide az utcába. Újra tervezek. De hát nem megyek be. Nyitrára kell mennem. Újra tervezés. A második utcán lesz az, hogy jobbra kell menni. A kedvenc sorozatom egyébként az Euréka. Na jó, csak oda dobáljuk, addig megismerjük meg egymást. Euréka szoktam nézni. Szerdánként volt, hát most egy darabig nincs. Szerdánként volt. Este késen. Nyitrára kell mennem rakodni. És onnan valahova Németországba lesz a fuvar. Nézd már, milyen jó itt a gyalog átkelő helyen villognak kis lámpácskák. Abba fej, én láttam már balesetes képeket, tűzoltóságpontból. Laci szerint itt 40-nel lehetne menni, hát én nem láttam 40-es táblát. Na mindegy. Na szóval rakodás Nyitrán, és akkor onnan irány Németország valahova. És aztán úgy tudom, hogy onnan pedig Nyitráról vissza. Vagyis Nyitrára vissza. Mert ez is ilyen oda-vissza fuvar. Németországba valahova, és aztán Nyitra. Majd meglátjuk. És már is itt a következő település, Nána. Aminek furcsa módon a szlovák neve is Nána. Az, vagy Skoda, vagy mi ez? Nem láttam, már le volt kopva róla a felirat. Szlovákiában, hát szinte mindenhol megvannak ezek a hangos bemondó készülékek, ezek a hangszórók. Itt is van balra fönt az oszlop tetején. És olykor-olykor szoktam hallani is, hogy éppen valami zenét közvetítenek rajta. Gondolom a településsel kapcsolatos híreket is itt be tudják mondani. Amit annak idején nálunk a kisbíró. Még gyerekkoromban volt a faluba kisbíró,
és akkor járt a falut, dobolt, ugye megállt, ott elkezdett dobolni, akkor arra az emberek ugye fölfigyeltek, környékbeli emberek oda gyűltek, és akkor mondta, hogy közhírré tétetik. És aztán elmondta, hogy éppen mi az aktuális hír, vagy milyen aktuális intézkedés van, hogy mit tudom én. Például volt akkoriban olyan, hogy aratás után, amikor gép learatta Borsót, arra kifejezetten emlékszem, hogy volt Borsó földje a TSZ-nek, és akkor a gép learatta a Borsót, de hát óhatatlanul is elhagyott egy csekély mennyiségű Borsót, és akkor azt lehetett menni, azt megengedték, hogy oda lehet menni, aztán azt összegyűjteni, felszedni, vagy kukoricát. Meg ilyesmiről volt szó. Na jó, hát ha lesz valami érdekesség, akkor majd jelentkezek. Korábban jártam erre néhányszor, és hát ez az út, ez halálút számomra. Jobbról, balról több helyen lehet látni ilyen emlékhelyeket. Hogy itt is van egy bal oldalon. Meg itt egy jobb oldalon. Hogy itt hosszú, egyenes, tele fákkal, és hát úgy látszik, hogy a versenyszellemben lévő embereknek itt gurul el a gyógyszer, és akkor itt kell ezerrel menni. Pedig az út minősége az elég vacak. Itt is egy koszorú. Már úgy vacak, hogy nem kátyús, hanem ilyen hullámos. Hullámos, hepehuplis az út. És hát itt valaki megereszti, tudom én, 150-200 környékén. Na, pálcánok, húzzatok el. Akkor azért itt olykor-olykor ér csak le a kerék az aszfaltra. És hát olyankor könnyen elveszti az uralmát az illető. Zseliz nevű... Picit gyorsan, csak kérdezem. Zseliz nevű városba érkeztünk. A szóval számomra ez volt a meglepő, hogy itt ezen a, mit tudom én, 1,5 kilométeres szakaszon vagy 5-6 ilyen emlékhely látható, ahol valószínűleg halálos baleset történt. Hát szomorú. Buszok várják az indulást, látom. Na itt is egy jó öreg Skoda. Azt hiszem Skoda ez, de lehet, hogy nem. Várjál, Liaz. Ott van rajta a felirat, hogy Liaz. Eléggé hasonlít egymásra a két szerkezet. Ez azért nem egy szép környék, halljuk be. Jobbra mégy, majd mindjárt, akkor a sokkal szebb halazak lesznek. Hát, igazad van, Laci, nem egy szép környék, de nem is olyan lepukkant. Tulajdonképpen nincs ezzel probléma. Most nincs ide sokat umálni, jobbra, jobbra, jobbra.
Mérjél magadhoz. Tehát én is tudom, hogy a levice irányt kell követni. Úgyhogy itt kell balra. Egyszerűen nincs ötletem, komolyan. Fingom sincs. Menjünk mondjuk balra. Erre felé megy a főút. Főutat követtünk mondjuk balra. Nem is örülök, hogy ilyen helyekre hozol. Mondjuk én jobban szeretem az ilyen sikerős városi közeget, de az olyantól, ahol van körforgalom. A városban még az is jó, hogy nincsen ott mondjuk kombohányok, sajnos ez a helyzet. A kombokat nem szeretem egyáltalán, ha meg tudnám ezt mondani, hogy egyáltalán nem ilyen kombokat. Jó, vannak még ilyen szexszerintem, vagy ott lehetne hangot váltani. Ugye mert lehet ezen a kegyerén, hogy más beszéljen, hogy a kombra mielőtt fölmegy a kombra, mindig kapcsolja át valami más hangra, és pont után vissza lehet. Ez Laci, de most kicsi rá az esély, hogy megyünk kompra. Sőt, szinte biztos, hogy nem. Ha csak nem valami esztergomi fuvar lesz, mert akkor viszont komppal kell átmenni a Dunán megint. Na majd meglátjuk. Itt jobb oldalon nagyon szépen meg van csinálva a tér. Nénit locsolja a virágokat. Deszkabár. Hát innentől már nem Levice felé kell nekem menni, hanem Nyitra felé. Úgyhogy itt kell fordulni balra. De a Laci meg úgy tudja, hogy a főútvonal balra kanyarodik, pedig nem. Ezeket az eszetlen kereszteződéseket, hogy itt teherautóból, kamionból, hogy a francba lássak én itt jobbra, az nem egyszerű, itt be kell fordulni. Úgy, hogy lássad a jobbra, hogy jön-e valaki jobbról. Jaj, micsoda zöldséges tand. Állna. Ugye, mintha az lett volna oda kiírva. Igen, Kálna az a település neve, ahol éppen járok. És ez az út már elvisz egészen Nyitráig. Szerintem 37 km, azt írja a tábla. Ja. Megérkeztem Nyitra városába. A reggeli forgalomba. Hál' Istennek nem... Hát, hogy előre az a kéne. Nem vészes. 8 óra 50 percet mutat az óra. Oha, ennek találtam egy kondenzátort, már itt mellettem, az is kínai gyártmány, megfogtam, és akkor átütött rajta egy körforgalomja. Na, itt is vannak toronydaruk, építkezés folyik. Akarsz csinálni egy 300 ezer forintos számlát? Nem, óvatosan, lassan megyek. Sebesség, gratulálok!
álmomban szeretnék meghalni, mint a nagyapám, és nem gyümölcsösik gondozva, mint az utasai. Hamarosan körforgalom lehet, ha kimekítenek bal oldalt, vagy jobb oldalt, vagy előre, vagy akármerre, a második kiáraton majd kijövünk. Innentől már jó vagyok. Oh, oda néz, egy csíkfák túl. Oh. Itt a lakott terület vége, és nem sokára ott vagyok a cégnél, ahova menni kell. Jé, milyen jól össze van graffitizve itt jobb oldalon ez a fal. Ez jól is néz ki. Nagyon. Na, rövidesen érkezek a céghez. Én meg nem mondom a város nevét, Szlovákiába megyek egy olyan úton, ahol még nem jártam, megyek a cseh határ felé, ami innen 23 km, itt a tábla szerint Holics nevű település, és itt egy nagyon szépséges főtér, szökőkút, padok, fák, minden. És mutatja a tábla, hogy a tranzit arra felé van. Arra felé kell menni tranzitba. És ott Holicsnál fogok átmenni Csehországba, hát arra felé még nem jártam, ez egy ilyen kis határ. Kutitól keleti irányba. A jó ég tudja, hogy hány kilométerre Kutitól keletre. Na, mi lesz ezzel a lámpával? Vajon? Igen, sokáig ad pirosat. Na, úgy látom, itt népszerű a gördeszkázás is. Ott egy gördeszkás srác, itt egy másik a lámpánál. Na végre. Na itt megy a srác a gördeszkával. Nagy lendülettel. Aztán lehet, hogy együtt vannak. Csak a másik srác az előrébb húzott. Ő micsoda kirakodóvásár. Kerti törpe. Szélmalom, meg minden. Na itt a másik gördeszkás fiatalember. Na még azért imitamot látszanak a szocializmus nyomai. Körforgalom, és itt megyünk tovább egyenesen. Hamarosan körforgalom lehet, ha kitekintenek bal oldalt, vagy jobb oldalt, vagy előre, vagy akármerre, a második kijáraton majd kijövünk.
járatodból, azon hajts ki. Oké. Nézd már, itt Szlovákiában a Tesco-nak még megvan a benzinkútja. A mindenit. Eléggé össze-vissza van gyűrve itt az aszfalt a körforgalomba. Kollégák, mert hülyék egyébként nem akarnak semmit, csak szórakoznak, és így akarnak részt venni a felvételben. És ehhez külön gratulálok, mint amikor a Csidebaba egy extrém nagy tojást tojik. És akkor megy ki hozzá a tévé, mindenki riportnak beszélgetve, és hogy sikerül. Hát nem tudom, nagyon sokat gyakoroltak rá, és akkor egyre nagyobb tojások lettek, és most egy ekkora tojik. De gratulálok, oda megy a riporter a kakashoz, hogy hát a kedves papa, hogy most mit fog csinálni, mi az első, amit csinál. Ja, Laci elmondta a mondókáját, úgyhogy azt akartam csak mondani, hogy otthon nálunk ugye bár a Tesco benzinkutakat átadta a Shell. És úgy tudom országszerte Shell kutak lettek a Tesco kutakból. Na irány az ég alja. Na közeledek a szlovák-cseh határhoz. Itt a határ előtt egy Oil nevű benzinkút. És a navigáció szerint még 2 kilométer, és ott vagyok a határnál. Na, eddig minden oké, minden rendben. Remélem a határnál se lesz semmi probléma. Meg háti motyóval felszerelve az ember, nem is tudom, horgászni megy, aha. De horgászbot volt ott a hátán. Hát, ez egész elfogadható ez az út, de hát azért Szlovákiában is aztán vannak ám, igen. Gyalázatos minőségű utak. Na, ez már úgy fest, mint egy határátkelő. Tudod, aha. Mit csinál az emberrel egy ütközés egy ilyen sebességnél? 50-nel megyek, Laci. 50-es tábla volt te. De úgy látszik a vám helyett most már benzinkút van. Ja. Na akkor a szlovák oldalt azt átléptük. Mármint ez volt gondolom a régen a határellenőrzés, határellenőrző pont. Megadtam itt egy köztes pontot, hogy erre felé hozzon, mert egyébként nem erre felé akart hozni, hanem Pozsony. Az első célpontot helyesen meglőttük, tényleg. Hát én mondta jól, bírod a kompontot, mert én hányom rajta. Ez körforgalom, csak gondolatom elmesélem. Morava. Ez a Morva folyó? Magyarul? Na, ott úgy látom, van egy ilyen fényvisszaverős ruhába ember, úgyhogy kikapcsolom a... Vagy az ott egy biciklis? Az biciklis, azt hittem. Ja nem, itt vannak a rendőrök, vagy vámosok, vagy nem tudom én kik ők. De ők sem hivatalos személy. Na. Azt hittem, hogy akik itt beszélgettek a kocsinál, hogy valami hivatalos szerbnek az emberei. Megérkeztünk Csehországba. Hű, itt is tele van ám minden nap elemmel, azt nézd meg, ott balra a háznak a teteje, ott szembe a háznak a teteje. Végig mindenhol napelemek. Igen, nagy messzeségből
ezt a kerékpárost gondoltam úgy, hogy esetleg ő valami hatósági személy, de mégse. Nem is néztem a település nevét, hogy ki volt-e írva valahol. Hodonin, most itt a térképen ki volt írva, Hodonin az a település neve. Nézd meg, ott is napelem szembe, úgy látszik itt nagyon. Ide jól néz ki, ott jobbra az az épület, mellette templomtorony. Közben közlekedni is kéne, mármint a közlekedésre figyelni. Meg a navigációt is kell figyelni egy kicsit, hogy mit mutat. Lesz majd egy körforgalom, és ott kell majd nekem a harmadik kijáraton elhagyni a körforgalmat. Nagyon csinos kis városka ez. Remélem ez nem Nagy-Britannia, körforgalom jön, majd a harmadik járatra vigyázz. Igen, mert arra egyenesen tovább nem is szabad mennem, ott egy teherautós tiltás van. Úgy látom. Na, ez az autó kimegy, jó van, akkor most én jövök. A tábla mutatta is, hogy Brünn, azaz Brünó, de ott 3 hetes magasságkorlátozás van. Aha. Brünó és Pozsony az errefelé található az autópálya, ahol meg lehet közelíteni ezt a két várost. Laci szereti. Na, Waberelszes kollega szemből. Waberelsz is jár erre felé. Második kijárat lesz, Bobby, a körforgalomban. Hagyj ki a második kijáraton. Na, itt kimegyünk a második kijáraton, és akkor innentől majd megint lesz valahol egy körforgalom. Tudod mit? Most egy picit hallgatok, és akkor utána még majd dumálunk. A motoros rendőr bácsi. Mégiscsak lehet itt látni hatósági szemét. Hát ilyen helyen, ahol még nem jártam, nem nagyon szoktam én gyorsan menni. Jó, mondjuk most már megyek 50-nel, de még néha ennél is lassabban, főleg az ilyen sűrűn gyalogátkelő helyekkel, meg egyebekkel ellátott helyeken. Hát inkább egy kicsit lassabban megyek. Na igen, lesz majd megint egy körforgalom, de nézem, itt már... Nézem, ne aggódj, ne tekerd a kormány, idegeskedj, hagyjál békén. Majd akkor nem is körforgalom lesz, hanem balra kell nekem. Balra kell nekem fordulni, de gondolom tábla jelezni fogja, hogy merre kell nekem fordulni és hol. Na, itt meg amerikai autókereskedés volt. Várjál, itt kell nekem? Nem itt kell, majd amat. 100 láb után, nem ez nem az. Majd nem balra. Ott van a táblani. Mondjuk ez elég megtévesztő volt ez a tábla itt az előbb, mert akár azt is gondolhatná az ember, hogy ott kellett volna balra menni.
ötletem, komolyan, fingom sincs. Menjünk mondjuk balra. Houdinin. Nem Houdini, hanem Houdinin. Na, természetesen balról jönnek, jobbról is jönnek, óriási. Na, balról még többen jönnek. Ájjaj. Na jó, van mindegy, itt megyek balra, aztán annyi. És ahogy ez várható volt, megérkeztem az autópályához. Itt egyet fordulok jobbra. Igen, közben a telefon rátalált a szlovák hálózatra. Itt pedig, mint látható, öntözéses gazdálkodást folytatnak. Megy a nagy öntöző berendezés. Kicsit odébb meg, mintha... Mi lesz az ott? Napraforgó? Napraforgó vagy repce? Tehát a repce az már beérett, azt már aratják. Ott is öntöznek a bal oldalon. De ez itt napraforgónak nézem. Azaz, bizony. Szotyoládé. Na és innentől autópálya egészen Prágáig. Reméljük, nem lesz semmi probléma. Na kérem, Prágánál járok, és hát Zelló, ugye ez az internetes CB rádió, ezt használom én többekkel együtt, és már fordult elő ilyen, hogy így találkoztunk kollégával, és hát most is ez lesz. Eddig még nem találkoztam vele, ő is egy ilyen zellós csoporttárs, felhasználó neve Lókötő Józsi, úgyhogy most éppen vele fogok találkozni, itt kimegyek a kijárónál, és akkor elvileg itt van egy Eurovac út, aminek van egy parkolója, és Józsi már ott van, ahol találkozni fogunk. Át kell mennem itt a pálya fölött. Na mindjárt beszélünk Józsival. Na most jövök le a pályáról, úgyhogy még egy-két perc is odaérek reményeim szerint. Oké, Zoli. Hát, ha jó, ha igen, jó. Kész a kávé. Óriási Józsi főzött egy kávét. Köszönöm, köszönöm, jövök mindjárt, itt vagyok, most jövök át a pálya fölött. Na és korábban ő megállt egy McDonald's-nál, angolosan McDonald's, ha jól tudom, és megkértem, hogy vegyen nekem egy Big Mac-et, mert kezdek éhes lenni, úgyhogy még ezt is megtette nekem Józsi. Nagyon rendes csávó. Hát aztán majd rendezzük az anyagiakat. Most itt kell nekem majdnem körbe menni a körforgalomba. Ott a harmadik kijárón kell nekem kimenni. És állítólag utána ott egyből jobbra. A kijáró után. Aha, ott van Józsi! Hehehehe.
Laci újra tervez. Én meg megyek le ide a parkolóba. Egy óra ingyenes. Itt elveszek egy tikettet a bejáratnál. Nyomunk egy gombot, kapunk egy tikettet Libacon helyett. Nyílik a sorompó. És szerintem Józsi is videó felvételt készít arról, hogy érkezek. Ha beállok ide az árnyékba, az a legjobb. Je, fékeztem egy jó nagyot. Na, megérkeztem, itt van Józsi. Na kérem, találkozó megvolt. Beszélgettünk egy pár percet, aztán most nyomás tovább. Irány tovább, csak most majd figyelnem kell, hogy merre tudok én itt visszakeveredni. Meg egyáltalán ebből a parkolóból, hogy tudok kijönni. Elvileg talán a kamera fölismer rendszám alapján, de hogyha nem, akkor ezzel a tikettel lehet kimenni, amit kaptam. A tudomásom szerint egy óra parkolás az ingyenes. Látjuk, hogy nyílik-e a sorompó, vagy hát nem nyílik. Aha, így nyílik, hogy a tikettet Józsi, a tikettet be kell nyomni a szkennerbe, a vonalkódó olvasóhoz, azt úgy enged csak ki. Kiabáltam Józsinak Zellón. Legtöbbször azt szoktam mondani, ilyenkor, hogy egyenesen, de inkább menjünk balra. Igen, Laci azt mondja, hogy menjek balra. Én szót fogadok neki. Józsi is kiszabadult, jön utánam. Első kijáraton kell majd kimenni. Végre egy körforgalom, mióta vágyom én erre. Na, nagyon szeretem. Az első kijárat lesz a jó. Na, megpörgetjük, lesz egy körforgalom, és akkor utána jó, kimegyünk az egyesen, már vagy az első kijárat, amit a benne lettünk volna. Ezt mindig így csinálom. Na, ezt hogy tudjuk itt abszolválni? Mindjárt meglátjuk. Aha, ott egy furgon megy kifelé. Az első kijárat tök jó lesz. Jó, és akkor ide be ereszkedek én.
Jessica! Prágai reptér közelébe járunk, és mindjárt itt a fák fölött meg fog jelenni egy leszálló repülőgép. Ott van Ni. Ott ereszkedik. Itt pedig nem meglassult a forgalom. És eltűnt a fák mögött. Hungaroring! Na mer, mennyivel lehet itt menni? Jó, 50-nel, oké. De innen már lehet menni gyorsabban. Teljesen simán át lehetett jönni. A prágai elkerülőn, hál' Istennek sehol semmi probléma nem volt. Letiszte. Ez a prágai reptér neve. És innen is megközelíthető. Még van 1 óra 56 perc, de azt hiszem csak az 56 percet fogom kihasználni. Mert hát megtartom holnapra a 10 órás vezetést, vagy holnap utánra. Inkább majd meglátjuk, hogy hogy alakul. Korábban megállok, akkor holnap reggel korábban tudok indulni. Ja. Na hát... Warburg városába kell menni. És itt kell majd lemennem az autópályáról. Nézzük körül egy kicsit autópályán kívül, és mennyit. Milyen szép a kilátás innen. Ez is egy szép magas viadukt, ahogy látom. Van ugyanott valami tábla, hogy teherautók számára 12 tonna fölött ez itten zárva. De hát az Paderborn. Paderbornra vonatkozik. Én meg Warburgba megyek. Remélem az a Paderborn az valami helységnév. Lehet nem pedig lenn valami más német szó. Warburg ugyebár olyan egybehangzó név a... Jó vezetsz. A Wartburg nevű személyautóval, de ha jól emlékszem, az úgy volt, hogy Wartburg. Egy T betű volt benne. Úgyhogy nem biztos, hogy itt erről a városról kapta a nevét, vagy valami köze lenne ehhez a városhoz.
időjárás az meglehetősen lehűlt, 17 fok a hőmérséklet, és hol esik, hol nem esik, így be van borulva. Van, amikor esik egy kicsit az eső, van, amikor abba marad. Most éppen nem esik, és jó lenne, ha a rakodás közben sem esne. Na nem, nem jó dolog elázni. Na még azt mutatja a navigáció, hogy a 4 km és elvileg ott vagyok a tett helyen. Ha majd mindjárt meglátjuk. Hogy is van ez. Aztán lehet, hogy pont ebédidőbe érkezek, mert 11 óra 40 perc. A kis tilinkó azt mondja, hogy itt van valami kamera. Aha. Itt van az út szélén. De az már nagyon ki van herélve. Annak már be volt törve az üvege, meg minden, úgyhogy az eléggé oda volt szegényke. Aha, ott van Nie Paderborn. Akkor jól sejtettem én, hogy az helységnév. És Paderborn felé nem jó. Tiltott a teherautók közlekedése. Várjál csak, ez a sáv, ez kanyarodik jobbra? Aha, akkor nekem egyre beljebb kell menni. De legalább egy táblát kirakhattak volna, vagy volt is kirakva a tábla, csak nem vettem észre. Lehet. Nagyon el voltam foglalva ezzel a Paderbornnal. Hát azért tudod, most komolyan, tehát az ember itt ül ebben a, egyébként marha nagyon, és hát nem is tudom, hogy mit akartam mondani. Ja, itt jobbra látható egy ilyen iparterület, hogy nekem ide kell bevonulni. Néztem már előre a Google térképen. A Google térképen előre megtekintettem, hogy hol van ez a cég, úgyhogy... Istenem, én tulajdonképpen két dolgot gyűlölök, a gombok meg az alagutat. De ez például egyik sem, hanem körforgalom. Úgyhogy tutira megyek. Ott jobb oldalon van az a nagy ferde tábla. Gondolom az napelem lehet. Látszik itt is, igyekeznek a napenergiát kihasználni. Azt mondja, Warburg Nord, bemennék a körforgalomba, aztán kijönnék a hármason. Magasságkorlátozás, Warburg West, az pedig len jó. Hm? Na most ezt lenne jó tudni, de hát innen már csak egy pár száz méter nekem ez a... Nem, itt a harmadik járaton kell kimenni. Akkor csak nem a Warburg Nordba kell nekem elmenni. Az az észak. A West az meg a nyugat. Hát remélem, hogy nem szaladok bele itt ebbe a magasságkorlátozásba.
vagy valahogy ki tudom kerülni, vagy nem is tudom, mert úgy néztem én, hogy máshonnan nem nagyon lehet ide bejönni. Na minden esetre figyelni kell. Figyelni kell a táblákat, hogy merre, hogyan. Ja, azért ez jó volt. Neked tetszett. Már az egész utazás. Mert érdekesen vezetsz, mindegy. De hogy itt vagyunk. Nem is voltam volna. Igen, itt jobbra, arra felé van a magasságkorlátozás. De nekem meg itt erre felé kell menni. És itt erre felé nincsen magasságkorlátozás. Jó van. Oda jó. Oda jó. Na, ügyesen megérkeztünk, fel se borultunk. Igazából sikeres napnak tekinthető. Ja. Mondjuk Lacinak nincs beállítva hajszál pontosan, de most már itt vagyunk a célnál. Na, megérkeztünk. Az én térképem nem jó, és azt mondom, hogy fordulj jobbra, és tegyük fel, nincs utca, mert fal van, az utóbbi 35 évben, akkor ön vajon befordul-e? Most tisztelettel, lerakodás, felrakodás, befejezve, és hát természetesen, amikor elkezdtük a mutatványt, akkor elkezdett esni az eső, ez meg jön, mint állat. Úgy csinál, mintha nem látná, hogy én is jövök, és itt szét van bontva az út. Ne hiszem, hogy neki van elsőbsége, de hát ha már itt vagyok az útfelbontás mellett, akkor mi a túrót tudnék csinálni? Na most per pillanat éppen, hogy csak csepereg az eső ahhoz képest, ahogy esett, amikor a rakodás közben voltunk, meg utána ugye le kellett kötni spaniferrel, meg összerakni a pótkocsit, ugye, mert oldalról megy a rakodás, és hát sajnos nem fedett helyen, hanem kint az udvaron, úgyhogy csodálatos volt. Van kabátom, kaptam a cégtől ilyen kapucnis vízállós kabátot, de hát amikor elkezdtük, akkor csak úgy éppen, hogy csöpörgött. Óvatosan vezetünk, mindjárt jobbra megyünk. Épp, hogy csak csepergett az eső, mondom, nem veszem én fel a kabátot, hát csak úgy pötyörög, ez úgy elmegy. Na aztán közben kezdett úgy igazán rázendíteni. Hát na. Körülbelül a Laci ide akar bevinni erre az útra, normális? Menjen el mondjuk jobbra. Erre a földútra, hát nem normális. Úgy szeretnék ázsiainál dolgozni. Mindjárt jobbra megyünk. Újra tervezés. Várjál itt a... Na, lepörgetjük, lesz egy körforgalom, és akkor utána jó, kivegyünk az egyesed, már hogy az első kijárat, amit a bense lett itt volna. Ezt mindig én csinálom. Egész berükettem a... Úgy is lehet mondani, azt hogy hiszem, gatyára igen, áztam. Hogy majd kihív később, de hogy tényleg ne aggódj emiatt, hogy szóval is nem sürgős, meg nem is kell erre különösebben készülni. Hát tudsz vezetni, mert tudsz, de hogy majd balra kell menni majd. Tudom én, azért ez az eső kellett a földnek, mert itt elég nagy volt a szárazság. De hát várhatott volna még egy fél órát, háromnegyed órát, és akkor addigra befejeztem volna a rakodást. Na mindegy, hát ilyennek is kell lenni. Mit mesélnék a kollégáknak a parkolóba, hogyha ilyesmi nem történt volna?
milyen intenzív forgalom van itt nekem jobbról. Balról nem jön senki, de hát jobbról meg annyian jönnek, hogy na csak. Ajje, nem is látom a végét. De, most már látom. Jön ott egy balra kanyarodó is, de utána jönnek ketten, akik meg úgy látom egyenesen mennek. Na most meg balról indultak be ketten, óriási. Hát... mondjuk személyautóval már rég kifordultam volna, de hát itt ez nem személyautó, itt van mögöttem még... vagy 13 méter, 14 méter, de az is lehet, hogy 15 van még itt a hátam mögött. Na most. Na úgyhogy elindultam visszafelé, irány. Nyitra, Szlovákia. Úgyhogy gyí. Megyek, igyekszem, haladok. Remélem nem lesz semmi fennakadás. Nézd meg, útépítéshez közeledünk. Nem tudom, hogy mi van, hogy le van zárva, vagy csak sávelhúzás van, vagy egy sáv megszűnik, vagy mi van. De a két belső sáv, a személyautók, azok mennek, haladnak, gyorsan. A szélén meg kamionok, teherautók, mi meg állunk szinte. Megállunk, elindulunk, megint megállunk, megint elindulunk. Mondjuk ki van téve a tábla, hogy utánfutóval, meg busszal, meg teherautóval előzni tilos, de hát az utánfutósok úgy látszik ezt a táblát nem nagyon veszik figyelembe, de úgy látom csak simán sáv elhúzás van. Akkor nem értem, hogy miért nem megyünk normálisan. Mert ott van a tábla, hogy három sáv megy tovább, csak félre kell húzódni jobbra. Lehet, hogy lerobbant valaki, és azt kell kerülgetni, azért nem haladunk. Nem tudom. De ez általában mindenhol így van, hogy a jobboldali sávba a kamionok állnak, a többiek meg mennek. Hihetetlen. Itt is itt vanni. Utánfutós. De ha a kamion elkezd előzni, akkor valószínűleg egyből ott terem a rendőr. Itt a következő utánfutós. Lakókocsis. Ez nem számít, ők mehetnek. Na mindegy, remélem. Hamar véget ér itt ez a szüttyögés. Itt van kérem a tábla. Teherautó, busz, utánfutó. Ilyen járművekkel előzni tilos. Na hát... meg nem mondom hány lakókocsi, meg utánfutós, meg ugye itt a hajókat vitték, vagy mik azok, csónakok, jachtok, nem tudom minek mondjam. És itt van né. Nem értem. Egyszerűen nem értem, hogy miért állunk mi, és miért tudnak menni a belső sávba, belső két sávba a személyautók. Na majd meglátjuk. Hát eddig nem láttam semmit, hogy bármi akadályozná a mi haladásunkat. De nem tartom kizártnak, hogy ezen az emelkedőn valami nagyon-nagyon megrakott jármű, csak nagyon lassan tudott fölvánszorogni, és aztán ugye ilyen ráfutásos, utoléréses dolog van, hogy mit tudom én, vánszorog 30-al,
aztán aki mögötte érkezik, utoléri, lelassít, még lassabbra, az következő még lassabbra, azután még lassabbra, azután még lassabb, aztán a hatodik meg már meg is áll. És akkor onnantól már vége is a dalnak. Erre tudok tippelni, mert semmi, most meg haladunk úgy lassan-lassan, de haladunk. És ezt hozza az előzési tilalom, a teherautóval előzni tilos, hogy ha valami jármű lassabban megy, mint a többi, jelentősen lassabban, akkor a végén itt összeszalad a jó nép, aztán lesz belőle egy jó képű nagy torlódás. Mert ugyebár a gyorsabb nem tudja megelőzni a lassabbat. De most aki mögöttem jött, az is le van maradva rendesen, mert gondolom az jobban meg van rakva, és nem tud jönni. Nem tud jönni olyan tempóval. De mondjuk itt a leálló sápa áll egy járgány. Az se kizárt, hogy ez le volt itt roppanva a terelésbe, aztán valahogy ki vergődött ide. Na mindegy, most már nagyjából haladok, az a lényeg. Kérem tisztelettel, mi van ma? 12-e? Júli 12, igen. És átjöttem a német-cseh határon, Komutovnál, itt az erdőbe. És hát, nincs túl meleg, 11 fokot mutat a hőmérő, és ilyen esős, ködös, párás idő van. Meg egy vadveszélytábla. Kicsit odébb már láttam egy őzikét ott a szalagkorlát mögött átsorogni. Már remélem, hogy ott is marad. Meg remélem, hogy erre felé sem lesz semmi probléma. Esik az eső. De éjszaka is esett, meg tegnap is esett. Úgyhogy nincs valami nagyon nyárias idő. Mondjuk lehet, hogy kell az eső, az aratóknak annyira nem, szerintem, mert ilyenkor nem nagyon tudnak aratni. De úgy egyébként a földnek meg lehet, hogy kellett, mert elég nagy a szárazság. Na itt ezen a részen van a vásár, a kirakodó. Lehet kapni mindenféle dolgokat. Kerti törpét, szélmalmot, meg mindent. Ja, meg kaszinó van, igen, így a határ mentén Csehországban kaszinók is vannak. Na hát, irány Prága. Prágánál megállok egyet tankolni, aztán utána nyomás tovább, mert jó lenne még mai vezetési időben visszaérni Nyitrára. Csoma Antallal és nagypiával találkozunk most éppen, és Anti csinálja a videót. Hol álltok? Ott van egy egyenesen. Hogy? Egyenesen. Egyenesen? Itt a... melyik? A Demotransz, a tiétek? Nem. Egy sárga kamion. Fönti ámpálva. Az. A tovább megy lesz.
Ez a dobenbekes, ez a tiétek? Aha. Na, akkor megpróbálok betolakni ide mellé, ügyesen. De se gyakorlatilag, hogy újra tervezek. Á, ott van, hogy romboló. Leértem a térképet, de szerintem balra. Megpróbáljuk valahogy úgy, hogy ne törjük össze a kamionatokat. Jó lesz? Na, odafigyelek. Akkor aztán lesz, hadd elhadd, ha valami baja lesz annak a kamionnak. Van már egy kicsi baja. Van már baja? Egy kicsit meg van cikalva az ajtó. Aha, ajjaj. Szerintem ez így jó lesz itt. Hát... megérkeztünk! A, ez szőtte. Na, kacom a kópó. Gyere, Anti, szállj be! Jó videó! Ja, várjál, videókamerát. Na, ismét itt vagyunk. Cseh-szlovák határ közelébe. Egy körforgalom, hát én szeretem, már az alakja miatt is. Tudják, mire emlékeztet, mindegy, a második jelenlező. Hodonin nevű településen. Hodonin nevű városba. Első kijáraton ki megyünk. Ez a legjobb a körforgalom. Majd az első kijáraton megy ki. Na. Első kijárat. Gyalogosok jönnek, nyertek, és akkor így meg se kell állnom. Csak lassítok, ők szépen átsétáltak. Megnézzük ismét ezt a várost, hogy hogy néz ez ki. A lehetőség szerint igyekeznem kéne, mert elég szűkös az idő, mármint a vezetési időm, legalább egy olyan 74-75 km per órás átlagsebességet össze kéne hozni. Hát sajnos itt elég sok lakott terület lesz itt közbe, úgyhogy lehet, hogy nem fog összejönni. Na, ezt a kerékpárost, ezt jó nagy évben megpróbálom kikerülni. Nekem tényleg mindegy, hogy mennyivel mégy. Oké, Laci. Végül is egy viszonylag strapabil utóban vagyok. De biztos vagy benne, hogy te is. Nézzünk oda, itt mindjárt a határnál vagyunk? Igen. Igen, igen, mindjárt itt vagyunk a határállomáson. Azt mondta a tábla, hogy ne álljon föl senki a teherautó tetejére, mert ott vannak a magas feszültségű cuccok. És Hodoninnak vége! De ez az a dolog, amit beállítottál, hogy ide be szeretnél ugrani, mert szeretnél venni, mit tudom én, két fotót, nem tudom, de hogy a bal oldalon lehet parkolni, és utána akkor menjünk tovább. És
már Szlovákiában vagyunk. Nagyszerű, megérkeztünk Szlovákiába. Megérkeztem Szlovákiába az első településre, Holic, vagy Holics, nem tudom, hogy mondják. Azt hiszem idefelé jövet, ezt már néztük. Vagyis mutattam. Na, jöttök gyerekek? Sokan jöttök? Na, Lacit levettem innen a műszerfalról, mert itt elég vacak az útminőség. Aztán már egyszer-kétszer leugrott innen a műszerfalról. Valami busz végállomás, vagy busz megálló, vagy mi. Körforgalomra szállítsanak, kedves utasaink. Aj, nagyon jó ez, én szeretem. A második járat a kellene kijön. Na, de sokan jöttek. És ráadásul nem is lehet belátni, hogy jön-e még valaki? Mindegy, én most megyek, aztán majd lesz valami. Tanuló, vezető, autó, iskola. Nagyszombat, 65 kilométer. És onnantól még nekem kell mennem tovább, mert Nyitrára kell vinni a kaminyont. Ütközési figyelmeztetés volt, mert ugye úgy érezte az érzékelő, hogy itt kevés lesz a hely, gondolom. Kevésnek érezte a helyet a két jármű között, hogy el tudnék menni. És úgy gondolta, hogy itt még akár baj is lehet. És itt vége a Holics nevű településnek, úgyhogy úgy néz ki egyelőre tiszta a pálya. Na kérem tisztelettel, megérkeztem. Itt vagyok. Úgyhogy minden a legnagyobb rendben, sikerült. Teljesen jó az élet. Lerakom a kamiont, aztán majd megyek haza.